Ma már minden oly nehéz. Küzdünk a céljaink eléréséért, vágyainkért, és sok esetben még a saját megbecsülésünkért is. De minden törekvésünkkel csak feljebb szeretnénk jutni. Akár közösen, vagy egymagunk. De feladni soha. Tisztelt Győr új barátiak! Önökért indulok 2024-ben a polgármester választáson. Településünkön felnézek azokra az idős emberekre, akik mind a mai napig nagyon sokat tettek Győr új barátért. Felnézek azokra, akik szülőfalujuknak tekintik Győr új barátot. Példaként szolgálnak számomra azok, akik gyermekeket nevelnek, és otthonuknak választották ezt a települést. Büszke vagyok azokra, akik kemény, nehéz fizikai munkával keresik a kenyerüket. Tiszteletre méltó embereknek ismertem meg önöket, kedves barátiak. Hát többek között ezért is indulok a polgármester választáson. Hiszem, hogy most érkezett el az idő, hogy egy stratégiai szemléletváltással jobbá tegyük Győr új barát mindennapjait. 33 évesen hiszek a csendes, ám, de változást igénylő többségben. Azokban az idősekben, fiatalokban, fiatalos családokban, akik a folyamatosságot szeretnék látni, rövid és hosszú távon egyaránt. Továbbra is tanulni szeretnék az idősektől. Hiszen egy generációváltásnak pont ez a lényege. Ezt szeretném megtestesíteni Győr új barát vezetésében. Együtt, közösen egy élhetőbb Győr új barátért. Önökkel hasonlóan tisztában vagyok Győr új barát nehézségeivel. Tudom, hogy milyen nehéz feladat lesz Győr új barátból egy rendezett, fenntartható és egy élhetőbb települést varázsolni. Ehhez első és legfontosabb dolgom lesz az önkormányzat további működésének fenntartása. A jól működő egyesületek, civil szervezetek, klubok, egyházak, intézmények és jól bevált programok működéséről továbbra is gondoskodni fogok. A közös célok kitűzését és elérését fogom szorgalmazni a képviselőtestületben. Azzal a 8 fő képviselővel, akiket önök, Győr új barátiak, megválasztanak. A hivatalban dolgozó emberek mindegyike már többszörösen bizonyította a tetrekészségét és a szakmaiságát. Én velük együtt szeretnék egy csapatban dolgozni a későbbiekben is. Egy csapatban a közös célokért. Az iskolánkat mindig magas szakmai színvonalon vezették, és ez most sincs másként. Minden erőmmel támogatom az iskola törekvéseit. Fontosnak tartom, hogy Győr új baráti gyermekek a helyi iskolába járjanak. Fontos bázisként tekintek erre az intézményre. Ezért a most szeptemberben induló első osztályosoknak füzet és írószercsomagokat fogok adományozni, hogy azokat szociális alapon az iskola átadhassa az első osztályba készülő diákok egy részének. Mindezt a választás eredményétől teljesen függetlenül. Sok Győr új barátival beszélgetek, és mindenkinek elmondom, bárki is lesz a polgármester, az egyik legfontosabb probléma az óvodai férőhely bővítésének megoldása. A mögöttem lévő terület még csendes és üres. De hamarosan itt reményeim szerint egy modern, tematikus, tevékenységi helyekre osztott óvoda létesül. Olyan, amilyen még Magyarországon soha. Győr új barát legyen újra bezzeg település. Én ezt kívánom. Valóban hosszú távon és egy 21. századi településben gondolkodom. A labdarúgó egyesületben sportoló több száz gyermek és felnőtt már bizonyított ahhoz, hogy méltó helyet és lehetőségeket biztosítsak a számukra. A meglévő testvértelepülések ápolása mellett szeretnék egy holland iskolával egy testvériskola kapcsolatot kiépíteni. Szeretnék a hollandokkal jó barátságot kiépíteni, hogy megértsük, hogy miről is szól a vízgazdálkodás, vagy hogyan is kell megvalósítani egy vízelvezetést. Emellett fontosnak tartom, hogy a Győr új baráti gyermekeknek lehetőségeket adjunk, hogy elmenjenek külföldre nyelvet tanulni. Apró pici lépések. Én ebben is látom a jövőt, ebben is látom Győr új barát fejlődését. Célkitűzésem, hogy Győr új baráton fejlesztem a kerékpáros kultúrát. Győr és Győr új barát közötti kerékpárútér maximálisan lobbizni fogok. Előzetes egyeztetéseket folytattam már a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny főszervezőjével. Szeretném elhozni ezt a versenyt. Hogyha ez sikerül, akkor az infrastruktúra fejlesztéssel is párosul kormányzati oldalon. Tisztelt Győr új barátiak! Hallhatják, hogy én milyen stratégiai gondolkodásokban hiszek, és abban, hogy a dolgok nem véletlenül történnek úgy, ahogy. Minden lobby tevékenységet és minden kapcsolati tőkémet megmozgatok annak érdekében, hogy ez a kerékpáros körverseny eljöjjön ide hozzánk Győr új barátra. Hogy aztán emberek milliói láthassák Európában, hogy milyen szép természeti és kulturális értékek között élünk. Kedves barátiak! Köszönöm szépen annak a jó pár önkéntesnek, akik hetekkel ezelőtt járták napról napra a településünk utcáit, és hozzájárultak ahhoz a több száz támogató aláíráshoz, amit közösen együtt gyűjtöttünk. Jó volt megtapasztalni ezt az összefogást. Jó pár háztartásba én is eljutottam.
Jó volt belenézni a győrújbrátiak szemébe, jó volt benne látni a reményt, a csillogás egy élhetőbb győrújbrátért. Tisztelt barátiak! Hát eljött az idő. Készen állok, hogy győrújbrátom polgármester választást nyerjek. Készen állok arra, hogy 5 éven belül visszanyerjük ennek a településnek a hajdani ragyogását, és felkészüljünk a régóta dédelgetett vágyainkra. Egy sikeres választás követően, hogyha bárki, bárhol megkérdezi, én büszkén fogom mondani. Fehér Bálint vagyok, Győrújbarát polgármestere.